kinézte a bíró magának Tokait most. Igen, Grösma jó fiú. Újabb hosszú két perc következik, attól félek. Szuper. Megbabonázza egyelőre a japánokat. Egyébként megint beálltak a kékre festett zónába, és zavarták a magyar hálóért. Hoppá, kiemelt korong! Ez nagyon jó! Sőt, ez zicseres szóló! Óriási gól! Fantasztikus gól! Ocskai Gábor, minden magyar csatár, minden magyar sztárcsatár megcsinálja azt, amit a legjobban tud. És ember hátrányos góllal 3-0-ra vezetünk most már. Ez a kiemelés a védők mögé abszolút nem hoki stílus. Pattogott a korong, meg kellett szelidíteni. Jött a fakanás cel, és utána elfektetve a kapust fonákkal beteszi az üres kapuba. Gyönyörű volt. Já, pedig oda már nem ér át. Ne, hát el sem indult tulajdonképpen. Haruna egyből lövésre számított. No, nem nézték meg, hogy hogy állunk föl a buliknál. Végig ezeket mi már tudjuk, fújjuk. Mondjuk nem mozdult el az első csere, csak annyira jó oldalról jött. Az is jó volt egyébként, hogy Ocskai nem szemből vezette rá a korongot.